Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata? Hogyan érzi magát és mit fog tenni? Az első kérdés, hogy mi az ő gondolata, mit tervez? Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Itt látható egy levél, vagy lehet egy dokument, egy szerződés is. Itt ez a gyertya megvilágít valamit. Ő szeretne tisztázni veled valamit, és jelentkezni fog. Vagy lesz egy hír tőle, vagy kapott egy szerződést, és ezt megmutatja neked, és beszélni akar ezekről a dolgokról. Hiszen itt a madarak csevegnek, és jelentik a beszélgetést. Valami tisztázódik kettőtök között, és az a terve, hogy legyen kommunikáció. Hogyan érzi magát? Itt látható a kereszt, az jelenti az ő hitét, jelent egy találkozást is, hiszen a sors utatok kereszteződik, ez az álma, ez a vágya, ez az elképzelése, hiszen ez a kártya szimbolizálja a holdat. És a hold jelenti az anyukát, az anyai érzelmeket, de jelenti az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket is, és lesz egy új irány, hiszen ő érzi azt, hogy elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba, és erről fogtok itt beszélni, ez lehet egy közös terv. És mit fog tenni? Itt látható ez a medve, ez jelenti az ő erejét, be akarja bizonyítani magát, de azt is jelentheti a kép veled kapcsolatban, hogy te adsz erőt számára. Ez az erő lehet a belső erő is, a hit, ugyanúgy, mint a kereszt, szintén a hitre utalhat. És itt a halak jelennek meg, ami jelenti az anyagiakat. Vagy a munkát, hiszen ez összefügg egymással. Amit a halak még jelenthetnek, ezek a belső értékek, hogy te értékes vagy számára, vagy te úgy gondolod, hogy ő értékes számodra, és pontosan ez az életerő, ez ad neki erőt, hiszen hisz benned. Mi fűz össze benneteket? Itt van a szerencse. Itt lesznek változások, lesz egy új irány, lesz kommunikáció, javul az anyagi helyzet, megvan az erő, élhetitek az álmotokat, az elképzeléseiteket, és ez szerencsét hoz. Ez a kártya jelenti azt is, hogy ő boldog veled. És ez volt a három kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!